Hello mindenkinek, Ryder vagyok, és visszatértünk a Dark Souls 2 Scholar of the First Sin speedrununkhoz. Tehát nagyon-nagyon lazán álltok, mármint nagyon furán álltok. És a mai epizódban most először is elmegyünk az Undead Cryptben, bocsánat, már is ott vagyunk az Undead Cryptben. Valamint, úgy fogjátok tartani a pajzsotokat, a szal lesz nekem nagyon. Az így nagyon nem lesz fun akkor. Mondjuk eléggé hátralöktelek, mert meg se haragudj. Tesó is jön? Tesó nem jön, oké. Akkor csak te vagy, jó. Get wrecked. Jó, úgy ott el van, oké. Oké, és... Ugye, ha te csak ott fogsz lazulni... Miért nem tudtalak hátba támadni? Oké, szóval, ha te csak ott fogsz lazulni, akkor nem fogom bánni. Te viszont. Tesó. Tudom, hogy király nagy pajzsod van, de azért... Figyelj már egy picit, köszönöm. Szóval a mai célunk az, valószínűleg itt át tudok szaladni igazából. Szóval ezt fogjuk megpróbálni most. A mai célunk az az, hogy legyőzzük ezt is a Verstatot, majd... Wow, oké. Varázslatok. Piromágia. Majd Verstaton kívül... Esetleg még a Guardian Dragon. Halt. Do not produce light. Oké, itt van valami loot. Azt hiszem, itt van valami loot valahol. Úgy emlékszem. Last sort of a nameless soldier. Oké. Szóval totál nem értem meg ide feljönni. Na most, a Scholar of the First Sin óta, hogyha ezt itt meggyűjtjük, akkor egy csodálatos vörös fantom itt bespawnol majd tudtommal. Épp ezért azt ott nem fogjuk meggyújtani. Egyszerűen azt ott nem fogjuk meggyújtani, csak fogjuk magunkat. Baszki, ez itt problémás lehet. Hogy ezeket nem tudjuk széttörni. De szét tudjuk valahogy. Vagy szóval ide kellene fog nekünk egy fegyver. Azt akartok mondani, de nekem kellene fog egy fegyver. Amivel tudunk... Ó, bocsánat, ezekkel is tudunk törni, hát én vagyok a hülye. Ezekkel is így simán, hogyha elkettőzünk, erről van szó. Szépen az akármi, meg oh, hello, szia. Fuck you, please, hallj meg, köszönöm. Csak törjön már szét ez a cucc. Oké, erről van szó, oké. Széttört. Lényegében, amíg azok nem törnek szét, semmivel megfaltunk. Amíg azok nem törnek szét, addig folyamatosan ezek a csodálatos kék tesók spawnolni fognak, és ez nekünk nem lesz olyan nagyon-nagyon szórakoztató. És olyan nagyon-nagyon jó sem. De semmi baj. Semmi probléma nem történt gyakorlatilag most. Oké. Tehát itt fel tudjuk pakolni a lelket. Kész. Nagyszerű. Tudunk menni tovább. Szia. Oké, szóval ami itt még történhet és történni szokott, az, hogy a harangokat megkongatják. Ami csak azért problémás, mert hogyha meg... Hello, Mr. Szellem. Hey, Mr. Szellem. Ami csak azért szerencsétlen, mert hogyha megkongatják, akkor, hát nem azt mondom, hogy meghalunk, hát azért az erős túlzás lenne, de mindenki, aki létezik, az bespawnol. Au, hey, Mr. Szellem. Baszki! Tessék, ettől tartottam, ezt nem akartam, hogy megkongassátok a harangokat, de nem, nektek meg kell kongatni a kurva harangokat. Új Jézus Isten! Oké, nem, téged akarlak. Mr. Szellem! Mr. Csontváz! Oké, meghaltál, jó. Hello, velem már találkoztunk egyszer. Akkor is nagyon fun volt. Jó. Nagyon dodzsolsz megint. Nem akarom, hogy ennyire dodzsolj, ha lehet. Ha lehet, ne dodzsolj már ennyire, jó? Na, tehát te ne csalj, jó?
Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Hello, Mr. Szellem. Oké, okay, miket dobtok? Soul of a Hero, Divine Blessing. Itt van valahol... egy titkos ajtó, amihez igazából nem akarok bemenni. Itt viszont aztán van egy tesó. Aha. Akit meg tudunk ölni, hogyha jól lövünk. És az dobott egy Smooth and Silky Stone nekünk, ami tök jó. Oké, okay, szóval itt lesz még egy pár szellem tesó. Tudtam már, hello. Hello, Mr. Szellem. Igazából... most viccen kívül ezek a szellemek az egész játékban kb. Arra jók, hogy kicsit megrémiszik az embert. Tényleg, te milyen szar szellem voltál ott a bal oldalt. Láttalak, láttalak, miközben közelítettem feléd. Hát szégyen magad, tesó. Szégyen tozol a szellemekre. Jó, hello, hello. Kukucs. Oké. Okay. Faszomba, senki nem fog meghalni. Au, au, au. Jó. Imperious Armor. Oké, okay, nagyszerű, örülök neki. Legjobb tudomásom szerint, hogyha leugrunk, akkor utána... balra kell menni. Hogy ne erőszakolnak meg minket. Aha. Nem arra kell menni, elbasztam. Arra kell menni. Oké. Okay. Tehát ezeket a kis csíkos részt kell követni, amik itt van. De hogyha ezt már lehúzzuk, akkor már megvan a rövidítés. És igazából az kellett nekünk. Hogy meglegyen a rövidítés, hogyha netán meghalnánk valószínűleg. Hát, na, mondjuk, hogy esélyes, hogy megfogunk. Mondjuk úgy, jó? Mondjuk azt. Magic Stone, Dark Knight Stone. Oké, okay, egyik se kell igazából. Ez a szeretnék menni, leszeretnék ugye a Bonfire-nél. Wow, oké, okay, nem vagy jó. Sötét a monitoron, nem látok semmit. Szóval haza szeretnék menni, leszeretnék ugye a Bonfire-nél, hogy újra legyen töltve nekem a varázslatom. Mert az azért szükséges, ezt lássuk be. Szükséges lesz majd a bossnál. Oké. Okay. Pulszont Verstadt? Verstadt ellen lehet, hogy kellene egy kicsit más varázslat, a sötét varázslatokon kívül. Viszont nincs más varázslatunk, egyedül a Great Lightning Spearünk van, amit mi nem tudunk használni, szóval... Oké. Okay. Oké, okay, meglátjuk, hogy hogy fog menni a dolog. Remélhetőleg jól. Na most, van egy pár ellenség is azért még az úton odafele. Nem úgy állunk, hogy csak úgy, megyünk és harc. Szóval remélem van herbünk. Van herbünk, van három darab herb, az bőven elég szerintem. Nagyon-nagyon remélem. Oké, te meghaltál. Itt van egy csúnya arc. Igen. Akiből kijöhetnek dolgok. És ezt mi nem akarjuk. Hello. Oké, okay, te is meghaltál, jó? Van itt még valaki? Read message. Tell trio and then keep moving. Fuck you. Fuck you. Oké. Okay. Szóval ennyi, igaz? Tell trio. Ezekkel azt jelenti, hogy más már nincs, aki meg tudnak hongatni ezt a harangot. Pontosan hárman voltak. Jó. Ezzel rengeteget könnyítettünk a dolgon, igazából. Igazából fényességet kell tegyek egy kicsit erre a monitorra, nem látok semmit. Oké, okay. Szóval remélem egyesével tudtok jönni. Mert fizikailag képesek vagytok rá. Hát nem. Semmi baj. Oké, okay. nem is muszáj képesek legyetek rá. Igazából, hogyha meg tudod téged így is ölni. Nagyszerű. Mert csak egy Dragon Rider maradt. Akit azért lássuk be, szint úgy könnyedén meg fogunk tudni majd ölni. Hello? Baszki, nem? Visszavonok minden Dragon Rider tesó. Igazából neked nagyon-nagyon sok életed van. Szinte már túl sok. Viszont nekem van Great Resonance szólom. Ami 600 valamennyit tud sebezni. Na, ehhez mit szólsz? Dragon Rider tesó. Van herbem, szóval nem számít, hogyha netán el kellene használjam, ne aggódj.
Szívesen elhasználom rád. Rengeteg életed van. Szinte már túl sok. Szinte már azt merjem mondani, hogy túl sok életed van. Én nem hatál meg. Hagyd meg! Hú, baszki. Oké, mit dobtál nekem? Titan egy slab. Arra még nincs szükségem. Tudommal. Oké, szóval ezek csomó chest, ez újdonság. Torcs. Jó, ezt nem fognak kelni semmire. Igazából már mint újdonság olyan szempontjából, hogy Fragrant Bench of Yore. Slip up. Szóval ezek nem voltak itt az alapjátékban. És most itt vannak. Na mi nem feltétlenül rossz dolog. Poison Throwing Knife, csak ezek olyan... Olyan ok dolgok, mondjuk úgy Dark Knight Stone. Az már, arra már nincs szükségünk. Ezek olyan ok dolgok, mondhatnánk igazából úgy is. De semmi nagy különlegesség nincs benne. Most Agdén meg tudjuk idézni? Hogy kellett volna vele beszélni, Na oké, semmi baj. Nem probléma, nyomjunk be egy Life Gemet, nyomjunk be egy Herbet is igazából, legfeljebb visszamegyünk majd még, hogyha kell, és leformuljuk. Jó, és akkor készen állunk gyakorlatilag vesztetörésre. Remélhetőleg nem ez nagyon ellenálló a fekete varázslattal szemben. Hé, te tudsz rúgni? Oké, ezzel rendben vagyunk. Ezzel rendben leszünk totál. Wow, beesztett. Hogy működsz? Elfejtettem, ne haragudj. Nem akartam fölcsönni, de elfejtettem, hogy működsz, jó? Gurultam. Csak úgy megegyezni, most is gurultam. Varázsolj, köszönöm. Mondjuk ez Great Resonance szól. De igazából bőven elég lesz. Tehát ilyen szempontból. Áó. Nem tudom, hogy hogy értél el megint, de... Semmi baj. Jó, Life Gem? Nem fog tudni megölni miközben. Te buffolsz. De semmi baj. Azért ez fájt neked. Oké, szóval most már... Wow! Igen, mint ahogy mondtam, sokkal erősebb. És mint ahogy észre is vettem és sejtettem is, sokkal ellenállóbb is a dark támadásokkal szemben. Ami nekünk, hát problémás, úgy Jézus. Oké. Szerintem jobban járunk ezzel, ott tartunk szerintem. Baszki. Nem, hogyha mellé ugrik. Nem járunk jobban. Sokkal nem járunk jobban. Oké. Csak ne varázsoljon igazából. Én csak azt szeretném. Hogy ne varázsoljon. Mert másképp kibírjuk. Csak nem kell varázsoljon. Oké. Okay. Mestert? Miért meg fogsz halni, ugye ezt tudod? Remélem azt vágod. Szépen védelmezted... a királyodat, de már vége. Hú, baszki! Ha azt talált volna... gyerekek... Én komolyan mondom, nektek meghalunk. Pillanatra megáll bennem az ütő. Tehát azt talál biztos, hogy meghalunk. King's Ring, nagyszerű. Oké, akkor haladhatunk tovább igazából. Shannon, szia, viszlát. Viszlát, Shannon. Elnyomhatjuk a Homeward bónokat igazából. Speedrun. Végül is a speedrun. Igaz, hogy kicsit laza, de speedrun. Jól van, szóval... Úristen!
Sajnos még soha az életben nem ült így nekem videón. Nagyon-nagyon ritkán csinál ilyet. Nagyon-nagyon ritkán csinál ilyet, és néha ilyet csinált a Demon's Souls-ban is a nő, akinél szintet léptünk gyakorlatilag. Fuck yeah! Királyság Sajnálat, ügyes vagy. Szóval, elméletileg most Kloánnál tudunk venni tudunk venni mindent, ami király. Nekünk Titanite Chunk-el 3. És akkor azzal feljebb tudjuk vinni a fegyverünket. Reinforced Weapon. Ez az. Plusz 9-re. És innen pedig plusz 10-re. Tehát ennél többet ezzel már nem fogunk sebezni. Ami úgy tök jó. Oké, és akkor még lépünk egy pár szintet sajnálattal. És hát utána pedig megyünk arra, amerre mennünk kell. Mégpedig a Ruined Fork Roadhoz. Csak nem tudom már igazából, hogy mit kellene szintet lépni. Tehát ez már nem az olyan sok staminát, igen. Vigort szerintem már tök mindegy, az már késő van. Szóval nyomjuk fel 45-re a fétet, és akkor legalább tudjuk majd használni a Great Lightning Spear-t is, hogyha arra lenne szükségünk. Mert később lehet, hogy szükségünk lesz rá. Oké. Akkor... igen, szerintem meg tudjuk szerezni a másik fegyverünket még. Tower Apart. Igen. Tehát csak meg fogjuk ölni a Ruin Sentinel boss. Ruin Sentinel? Azt hiszem Ruin Sentinel boss. Akit mindig is utáltam, csak meg fogjuk ölni, hogy ezt meg kell lőjük. Ahhoz, hogy meg tudjunk szerezni még egy chime-ot. Amivel gyakorlatilag elpicsázunk majd mindenkit. Illetve nem picsázunk el senkit vele, viszont nagyon-nagyon fontos lesz majd szerintem a Nashendra elleni harcban, és még ki tudja, hogy ki ellen. Ugyanis ez a fegyver, ez itt jó, ez itt tök jónak hangzik, meg üt is, meg minden, tehát látjátok egyből ellenségeket, meg ilyenek. De ugyanakkor egy nagy probléma van vele, és ez nagyon-nagyon nagy. Mégpedig az, te NPC vagy, igaz? Igen, te NPC vagy. Vagyis nem NPC vagy. Az egyetlen nagy probléma ezzel az, hogy ez sötét fegyver, ez dark fegyver. És nekünk az nem jó. Nekünk az nagyon-nagyon nem jó, hogy a dark fegyver. Ugyanis Nashendra fullosan dark. Szóval gyakorlatilag fel kell tornázzuk a Lightning Spear-einket és a hasonlóinkat egy elfogadható szintre, mire odaérünk Nashendrához, hogy legyen sebzésünk gyakorlatilag ellene. Értitek? Épp ezért most hát meg kell küzdeni itt a tesóval, és sajnos elfejtettem, hogy venni egy light, egy fényes követ. Oké, mennyire fogtok meghalni? Nagyon. Oké. Ne esd le, jó? Au. Hallj meg! Köszönöm. Így áll, jó? Baszki. Hallj meg! Hello. Mint mondtam, csak hallj meg. Köszönöm. Valahogy tesód? Oké. Azért egyen már nem olyan nehéz elbánni. Főleg, hogyha úgy ütünk, mint egy kibaszott kamion. Tehát azért a 750 sebzés... az nem olyan, amit föl csak úgy el lehet tekinteni. Ja, meghaltál. Jó, oké, kész. Szóval erről maradtunk le egyszer. A Ruin Sentinel harcról. Na most a csomóféle extrát, azt most nem veszem fel, hogyha nem probléma. Azután egy Honvárdban, vagy valami ilyesmi, van egy csomó fal. Bocsánat, nem fal, csomó láthatatlan fal is, igen, tehát ajtó, hogy mi a fene az. Itt a közelben azt most lehetőleg nem veszük, vagy ha nem probléma. Pillstone, Rowstone, Magic Stone, Poison Stone, Darkness Stone, Petrified, igen. Persze pont azunk nincs, ami kellett volna legyen, ami kellene.
De majd visszajövünk, és akkor majd szerzünk. Tehát valahol van egy kutya. Vagy több. Ó, oh, nem. Olyan te... Ó, oh, Pursuer! Pursuer, tesó, hello! Szia! Te nem voltál itt. Egy jó ideig. Mondjuk megértem, hogy itt vagy. Nem az. Megértelek, tesó, jó? Figyelj, de megértelek. De meg kell, hogy hallj azért. Áó. Már nem is te olyan nagyot. Ütettél van sokkal nagyobbat is, de nem ütsz. Úgy döntött, hogy inkább nem ütsz. Tehát itt régen, Large Club, itt régen, azt hiszem, hogy kutya volt, meg valami kis ilyesmi. Szóval semmi extra. Princess Chime, igen, erre van nekünk szükségünk. És épp ezért most hazamegyünk, mármint haza, mint Majorába. Veszünk egy darab Lightning Stone-t, vagy nem is tudom pontosan, hogy melyik az. És visszajövünk Megdafhoz. Aztán pedig folytatjuk rendesen az utunkat, ahogy kellene folytassuk az utunkat, értitek? Boltstone, ezt Boltstone-nak hívják, oké. Okay. Oké, okay. Igazából azt hiszem, hogy ez a Leningrast olcsóban dolgozik egy kicsikét, mint Megdaf. Enforce Weapon, Priestess Chime. Ha jelenek egy Priestess Chime, akkor hogy néznék ki? Így, pontosan így. Szóval nincs fejten egy sárgunk. Árusz még? Árusz még. Jó, vegyük meg az összeset. Oké. Nincs rá, large titan egy sárgunk sem. Semmi baj, lesz hamarosan. Large titan egy sárgból kell nekünk. Azért tizenvalamennyi nem. Azt hiszem, hogy 6. 3, 3, ja igen, 6 kell nekünk ebből. És akkor ebből is 6 fog kellni, nincs csak 5-ünk, az nem olyan jó. Akkor megveszük az 5-öt. Oké, oké. És akkor felvisszük addig, ameddig. Ameddig tudjuk igazából. 1, 2, ó, már nincs hozzá elég lelkünk. Oké, akkor tök mindegy. Jó, akkor mehetünk Megdafhoz. Oké, okay, szóval Megdaf szerintem 250 lélekből nem fogja nekünk megcsinálni azt, amit szeretnénk. De semmi baj. Mert ebből már megfogja, ebből már biztosan megfogja. Oké. Okay. Szia, szia. Infuse Weapon. Kérlek szépen. Erre pakolj rá nekünk egy Lightningot. Oh yeah, oké. Okay. Danger Flame. Sőt, ha már itt vagy. Ez is, ez egyelőre még gyengébb, de nem sokkal gyengébb. Bocsánat, ez Cleric Sacred Chime. Tehát már nem gyengébb Lightningból, értitek. Ha már itt vagyunk, akkor növeld. Mármint kicsit dolgoz a fegyverünkön, jó? Lárcs Titanite Chunk, és még egy darab Titanite Chunk kell majd nekünk. Majd ezt megcsináljuk. Flame, Dear Flame. Oké, eltűnő spells. Pakoljuk ide be a Great Lightning Spear-t. Jó. És akkor csináljuk a dolgunkat. Ruined Fork Road. Na most, hogyha tudnám, hogy merre kell menni, mert ezt gyakorlatilag sose tudom. Azt hiszem, hogy pontosan előre egyenesen. Igen, igen, oké. Okay. Ott vannak a kis majmok. Akiket 5-800-ot sebzünk! 5-800! Szóval az összeset gyakorlatilag. Miért lagoltunk? Hello? Neked lehet már csak 500-at, oké. Okay. Áú! Szegény, leestél? Ó, te szegény pár, meg fogsz halni. Mit mondtam, meg fogsz halni? Hát, hogy meghaltál. Oké, okay, azt hiszem, hogy a Red Tearstone Ring legalábbis mindig is az volt eddig. És hát egyszerűen... Most ez nekünk az úgy már nem igazán kell. Most te ott fogsz állni, azt tudom. Ez mennyit sebez rajtad? 60 akár. De ez mennyit sebez rajtad? 72-t. Oké, okay. Kérlek szépen, támadj egyet. Ez viszont az összeset. Oké. Okay. Ez a Symbol of the King, szóval fel kell vegyük a király gyűrűjét, ami ez. Felvettük, most már levehetjük. Ez igazából mit csinál?
Increase attack strength of hexes. Oh! Oh, még az abyssír is nekünk tök jó lenne igazából. Hogyha felpakolnánk. Mert az azt csinálja, akkor fel is pakoljuk, hogy többet sebeznek a hexeink, viszont életbe kerülnek. Ami úgy problémásan hangzik, bocsánat. De szerintem nem lesz az. Legalábbis remélem. Most Lukatér nem kell, itt legyen. Itt lenni Lukatérnek a vége. Nincs is itt, nagyszerű. Oké. Lássuk csak, hogy mennyi, tényleg mennyi életbe kerül, amíg egy Resonant Soul Cast. Majd mindjárt megnézzük, mindjárt lecsekkoljuk. Oké, szóval azt azért meg kell ünnepelni, lássuk be, hogy egyből megtaláltam ezt a helyet. Ahogy igen, Rive Gem. Oké. Azt hiszem, hogy itt van még valami. Oh yeah. Twilight Herb, az jó. Azt tudtam, hogy ez nekünk jó, azt hiszem. Twilight Herb. Restore Spell Uses, aha. Ez nekünk tök jó. Na most itt meg leszünk invédelve hamarosan. Úgy is van. Baszki. Nem. Jó. Az a 800 sebzés. Én ezért nem blokkolnék le mindent a helyedbe. Nincs egy Restoration ringem. Northern Channel Band. Oké, okay, Himmel Effigy, örülök neki. Ring of Blades, Old Sound Ring. Ring of the Evil Eye. Ah, Ring of the Evil Eye talán jónak néz ki. Ez mit csinál pontosan? Edesen át tudom egyszerc. Oké. Okay. Evil Eye akkor. Az úgy jó lesz. Ó, eltűnt a Great Nightling Spear-ünk. Akkor vissza kellene szerezni a dolgot. Mindegy, már Lightning Spear-t már nem kapjuk vissza. Jó. Akkor mehetünk, haladhatunk tovább. Az Aldias Keep-be. Oké, okay, na most ez egy csapda. Ez egy csapda? De ez ki fog kerülni. Miért van itt zene? Itt sose volt zene. Ne csináljátok már, baszki. Tök fura, hogy itt van a zene. Úristen! Ó, oh yeah, meghackeltem az egész játékot. Meghackeltem az egész játékot. Speedrun taktikák. Fuck yeah. Meghackeltem az összes játékot. Nem biztos, hogy te rossz vagy. Most már igen. Hát én nem akartam tőled igazából semmit. Annyira. Csak kérdés, hogy kitölted a ketrecelet. Kitölted a ketrecelet, ügyes voltál. Elismerésem. Crimson Water, jó. Dragon Sagehood, az csinál valamit? Ha jön ennék a Dragon Sagehood, akkor az csinálna valamit. Dragon Sagehood. Nem csinál semmit, viszont nagyon-nagyon totál metal. Ja, tudom mi ez, persze. Oké. Okay. Húzd le. Na most ezen a területen is majdnem végig lehetne speedrun, amit tudtam ma, legyen egy kis fény. Ez nagyon tetszik nekem. Így sorban kigyúl szépen minden. Volt egy mimik! Jézus Isten! Szóval nagyjából ezen is végig lehetne speedrunolni. Gyere, tesó! Mimik tesó, te viszont maradj ott. Oké, szóval én kellett kiengedjelek, jó. Te ennyire bírod a dolgokat? Nem Estus. Nincs Estus. Ez az Abyss Seal, ez jónak néz ki, de túl sok, hát összeön túl sok HP-t veszítünk, szóval szerintem maradunk nélküle. Ehhez szemedjük azt, hogy kicsivel kevesebbet sebzünk. Na most, ezeket a csodálatos golemeket mondjuk úgy nem muszáj kiengednünk, ami nagyon fontos. Ki lehet, de nem muszáj. És azt jó tudni. Azt nagyon nem árt tudni.
Ha akarjuk, kiengedhetjük őket. Ha nem akarjuk, akkor pedig nem. Senki nem kötelez rá minket. Itt van valaki? Itt szerintem már nincs. Azt hiszem. Valahol volt egy titkos... Nem volt az annyira titkos. Valahol volt egy nem annyira titkos lejárat. Itt azt hiszem van valami item. Nem, nincs. Oké. Okay. Oké, okay, nyugodj meg, Sarah. Nyugodj meg. Semmi baj. Nincs. Ott van arra. Itt van a titkos bonfire. Oké. Okay. Mi ez? Valami remélem valami jó. Ferrous Luxstone. Basz meg. Ezért megérte szétcsapkodni mindent. Ezért totál megérte. Jó, viszont van egy checkpointunk, ami nem szar. Ami totál nem szar. Oké. Okay. Plusz Lightning Spearünk. Csak sima, hey, hello. Mi a fenét csinálsz? Mi a fene volt az? Te kis szar. Nem! Én is tudok dobálózni. Sőt, én csak dobálózni tudok. Oké, okay, aztán maradunk a rezonant szóloknál egyelőre. Egyelőre még mindenképp. Jó, na most a problémáink. Mindenki fog ülni a tesó. Gyorsan meg kell ölni. Nagyon-nagyon gyorsan. Ennyire gyorsan kb. Oké, okay, meghalt, jó? Plusz van egy gyíktesónk is. Amit csak remélem, hogy... Gyíktesó, erre vagyok. Amit csak remélem, hogy nem törik ki a nagy tesót. Mert az akkor borzasztóan szar lenne. Oké, okay, gyíktesó nem törte ki a nagy tesót, jó. Boltstone, na oké, okay, már nem kell. Megköszönjük szépen, de már van boltstone-unk. Szerintem nekünk kell még rétezenet szól. Én olyan amondó vagyok, hogy nekünk kell még legalább négy, úgy-úgy. Legalább négy Great Resonance Soul. Az még mindig, ez még mindenképp kell nekünk. Jó, most itt nem lesz semmi. Ha jól emlékszem. Nem, egyel arrább történnek csúnya dolgok. Igen, erről van szó. Például meg se kellene küzdjek, az az igazság. De már itt vagy, akkor már megküzdök veled. Mert nem kell nagy erőfeszítés ahhoz, hogy meghalj. Tessék. Nem is hagytam, hogy leess! Nem is hagytam, hogy leess. Plusz érdekel, hogy mi ez? Twilight Herb meg Simpleton Spice. Oké. Okay. Szóval a legkönnyebb late game boss fight, ami létezik a játékban, az itt található. Ez a Guardian Dragon. 600-at sebzünk, az jó. Sőt, 800-at, hogyha fejen támadjuk. Pikachu fejtámadás csapás. Jó. Au. Oké. Okay. Rekt. Tehát láttátok, hogy mennyit is sebzett, szóval. Szóval azért értetek. Oké, okay, itt van valami talán slab. Dragon Scale. Majdnem. Oké, okay, most megmutatom nektek azt, hogy kell, hogy lehet inkább kihagyni gyakorlatilag az egész Dragon Airy területet. És utána befejezzük a videónkat. Utána befejezzük a mai epizódunkat. Oké, okay, szóval ide jöttünk ki a Dragon Airy-be. És ez tök jó, ez tök szép, nekem nagyon-nagyon tud tetszeni. Itt van csinálott, hú, kezdtem meg jönni, nincs itt. És ad nekünk, most viszont kell vele beszélni, hiszen ad nekünk egy ilyet, hogy Age Feather, amivel vissza tudunk warpolni a bonfire-höz, miután csináltunk X dolgot, értitek. Na most aktiválhatnánk ezt a bonfire-t itt, de minek, mikor csak ide fel kell mászni egyszerűen. Ennyi az egész Dragon Airy a Scholar of the First Sin verzióban. Tehát ezt soha nem fogom megérteni. Oké, okay, felugrunk erre a kis kötélre, itt lejövünk, pedig ledobjuk magunkat így, feljövünk ide,
átmegyünk a hídon, át fogunk tudni menni, mivel ez a híd, ez leesik elméletileg, hogyha túl sok tojást törnénk, törtünk volna össze sárkány tojást, akkor letörik alulunk a hidat, mert pipák ránk. Nézzétek meg, itt vagyunk Dragon Shine-ba. Ennyi volt az egész. Megint fel fog jönni Aldia. Hello. Tempósabban. Young hello, igen, igen, oké, oké, oké. No. I am Aldia, igen, tudom, hogy te vagy az. Menj, szia! És ha tetszett a mai Dark Souls videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert az rengeteget segít. Valamint, hogy olyok ezek a csatornám. Én azt említek, hogy iratkozzatok fel, Rider voltam, hamarosan találkozunk. Sziasztok!